Üdvözlök mindenkit, hatalmas szeretettel, én Ákos vagyok, és már elkezdtünk egy újabb videóhoz, ami egy rendhagyó videó lesz, mivel hogy unboxingolni fogunk, és nem is akármit, hanem egy iPhone 11 Pro-t. Nem nagyon szokott unboxing lenni itt a csatornán, és épp ezért én úgy gondoltam, hogy miért ne legyen. Adódott ez a lehetőség, és akkor úgy gondoltam, hogy érünk vele. Na, akkor lássunk is hozzá, a telefonnak már ugye le volt szedve így a dobozáról a csomagolás, mert ugye az is benne volt egy ilyen kis hülyesség, ahogy láthatjátok. És akkor szépen emeljük le a fedelét. Pogy. És már itt is pompázik nekünk a telefonunk. Szépen kihúzzuk. És itt látható a papírmunka. Kivesszük ezt a kis szütyőt. Gyönyörűen kihúzzuk. Ugye? Szlovák útmutató, cseh útmutató, szlovák útmutató, mi ez a bok? Ez fingom sincsen, ez lengyel útmutató, és itt a szintű, pár papír, még papírmunka, és az Apple matricák, mivel hogy ez elengedhet. Tovább boncolva a csomagolást, láthatunk benne egy fali adaptert, ami immáron egy gyorsabb töltő, nem pedig az, ami volt hozzá az eddigi kis töltő, hanem ez ugye már a gyorsabb verziója. Nem a gyors töltő, amit lehet venni az Apple-től, mivel hogy ez nem olyan gyors. Mindjárt mondom, hogy mennyivel tölt, biztos, hogy rá van írva, csak olyan apró betűkkel. 9 volt 3 amper, ha jól veszem ki ebből. Csak olyan halvány betűkkel van ráírva, hogy én ezt nem tudom annyira kiolvasni, de valószínűleg ez. És ugye a töltő az ennyi. Kivesszük ugyanúgy az Earpods-ot, nem Airpods-ot. Sokan hülyén mondják, vigyázzatok rá, nem Airpods, Earpods. Ugye ez már a lightningos végű, hogyha ezt kicsipeszőjük, ugye, akkor itt található benne a kábel maga, lightning véggel, és ugye a kettő fülesünk. És a dobozban már csak a lightning kábelt maradt, aminek az egyik fele USB-C, a másik pedig lightning. És hogy miért ilyen kábel kerül bele, hát ezt sokan megkérdőjelezik. Én is úgy gondolom, hogy amúgy mi ki akarunk tűnni a tömegből, hogy legyen azért USB-C, ami amúgy egyébként Thunderbolt is, úgyhogy működik a Mac számítógépekkel. Ki akarunk tűnni a tömegből, meg hát igazából nyilván ez nem volt egy szar lépés, mivel hogy az új MacBookokon szinte már csak Thunderbolt kábelek találhatók. Ezáltal ez egy elég hasznos dolog, hogyha tudja esetleg a telefon is ezt a csatlakozást. Ugye itt látható most már a telefonunk, most már teszt nem lesz belőle, hanem nyilvánvalóan egy olyan teszt lesz belőle, hogy összehasonlítom a saját telefonommal. Mivel hogy nem akarok ebből már tesztet készíteni, mivel hogy annyi ember megcsinálta, esetleg kamerateszt vagy valami ilyesmi lehet, de ezen túl ez is szerepelni fog az aktív kamerák között, amik esetlegesen videókat tudnak majd felvenni. Köszi szépen a figyelmet, találkozunk a közelebbi videóba, sziasztok! Shoki beep!